gyorsan. Tessék, parancsolj. 200 adag meleg ételt osztott ki a Vöröskereszt Nógrád megyei szervezete december 18-án csütörtökön a Salgótarjáni piacon. Az akcióban városunk polgármestere Dóra Ottó is részt vett. Letettem a beigazítást. Oké, köszi szépen. A gulyásleves mellé gyümölcsöt és édességet is kaptak a rászorulók a támogatók jóvoltából. Évek óta végezzük ezt az ételosztást a piacigazgatóság dolgozóival és a piacon tevékenykedő vállalkozók segítségével, hiszen a krumplitól, a húsig, a zöldséget, a babot, ezt mindent úgy az ő adományuk révén gyűjtöttük össze, és így sikerül 200 adag étellel várni a rászorulókat. Mindent megteszünk, igyekszünk, hogy minden réteg, az egyedülálló idősek, a gyerekek, a hajléktalanok, a valóban nehéz sorsban lévő családosak részesüljenek valamilyen formában egy kicsi adományból, és azt hiszem a legfontosabb, hogy a szeretetből. Bízom az emberekben, és hiszem azt, hogy nem csak itt az advent idején, hanem ez a szeretet valahol mindig ott van, és hogy mindig elő lehet csalogatni. És kívánok Salgótarján valamennyi lakosának, rászorulóknak, gyerekeknek, hajléktalanoknak, talán egy reményteljesebb új évet is, és előtte persze egy nagyon szeretetteljes, békés karácsonyt. A Vöröskereszt következő karácsonyi akciója december 22-én hétfőn lesz a főtéren.